Azt mondják, hogy a klasszikus zene segíti a hallgatóját tanulás közben, valamint bizonyított tény az is, hogy a klasszikus zene nélkül nem lenne a mai populáris zene az, ami. Ugyan a Vörösmarty Művelődési Házban megrendezett kamaraestre látogatók nem kifejezetten ennek a kutatásáért jöttek, sokkal inkább Bánfalvi Zoltán hegedűművész három növendékének koncertjéért. Hárman mutatkoztak meg az egyetemünkről, akik szóló hangversenyen játszottak most itt Bonyhádon, és a vizsga és diploma anyagjukból játszottak viszonylag hosszabb részleteket. Ezek a Beethoven hegedű versenyből hangzottak el, Bach szólóművekből, valami Csajkovszki hegedű versenyből is volt egy második tétel. Együtt is játszunk, vagy játszottunk a koncert végén egy Telemann négy hegedűs D-dur koncertót, amely négy szóló hegedűre íródott mindenfajta kíséret nélkül, valamint még egy Massenet Thais meditáció is elhangzott, úgyhogy nagyon szép műsort állítottunk össze. A hegedű művész egyik tanítványa, Szűk Csaba azt mondta, hogy a családi indítatásnak köszönhetően lett belőle zenész. Azt mondja, számára a zene megadott mindent, amit eddig el szeretett volna érni, ezért szeretne a Pécsi Filharmonikusok tagja lenni. 4 éves korom óta tanulom a hangszeremet. Igazából az egész család ilyen zenész, mert 8-an vagyunk testvérek, és mindenki legalább elkezdte a zeneakadémiát. Aztán nem mindenki fejezte be, mert volt, aki átment más pályára, de így logikus lett, hogy én, mint a legfiatalabb tagja a családnak, én is zenei pályára kerültem. Hát a mai estén 3 művet fogok játszani, illetve pontosabban 2 szerzőtől összesen 3 tételnyi művet. Johann Sebastian Bach ámol szonátájának a 3. és 4. tételét, ez egy lassú és egy gyors tétel egymást követve, és aztán pedig Sarazátének a Petenelás című művét, ami nekem az egyik szívem csücske. Nagyon-nagyon szeretem, egy flamenco stílus maga a cím, az, hogy Petenelás, és ez egy ilyen hangszer imitációs darab. Itt hallható igazából az összes ilyen tipikus spanyol darab, amit hegedűre lehet imitálni, vagyis a gitár, néha zongora betétek, a táncnak a dobogása, és ezt hasonlók, és ez szerintem csodálatos, egy nagyon virtuóz mű. Eredetileg zongoristának irattott be édesanyám, de azt az első óra után meg gyűlöltem. így lett a hegedű, mert én meghallottam közben ott a zeneiskolában, a Szentendrei Zeneiskolában egy hegedűnek a hangját, anyukámat nyaggattam, hogy menjünk be, nézzük meg, és megtetszett, aztán így lett. Én azt mondtam, hogy hegedűs leszek. Az egész életemet a klasszikus zenének szenteltem ezáltal, hogy már 4 éves korom óta hegedülök, és hát mindent, az, hogy most itt lehetek, az, hogy egyetemre járhatok, azt, hogy azok az emberek vesznek körül, akiket nagyon szeretek, olyan tanárokhoz járok, ez mind a klasszikus zenének köszönhető. Számomra ez az élet, ez így a legegyszerűbb leírni. A kamaraest a regionális kamarakoncert sorozat részeként valósulhatott meg Bonyhádon. Az előadók gyorsabb és lassabb komoly zenei darabokat játszottak, bizonyítva a klasszikus zene kortalanságát.